Üdvözlöm a Magyar Tévőt nézőit, Varga Attila vagyok. Az amerikai futball hazánkban kevésbé népszerű sportág, viszont annál eredményesebb csapataink vannak. Ilyen például a Budapest Hurricanes csapata, akik már az osztrák bajnokságban is indulnak. Mi meglátogattuk az egyik edzésüket, tartsanak velünk! Beszéljünk picit magáról a sportágról, így a hazai mi voltáról, mennyire ismert? Azt hiszem, hogy évről évre egyre népszerűbb és egyre többen látogatnak ki mérkőzésekre, egyre többen nézik a tévén keresztül is az amerikai futballt, úgyhogy évről évre azt lehet mondani, hogy egyre többen ismerik, egyre többen látják utcán azt, hogy mi az amerikai futball, megkérdezik, beszélgetnek róla, akár felszállva, akár villamosra, rengetegszer el lehet kapni egy-két beszélgetést. Főleg iskolákban a fiatalabbak, egyetemistáknál egyre gyakoribb, és talán azért, mert új és rengeteg olyan dolgot tartalmaz, ami a jelenkori sportokban nincs ez meg. Láttam például a weboldalatokon, hogy folyamatosan toboroztok. Tehát akkor van igényre. Van igényre, és főleg azért, mert próbálunk mi is egyre fiatalabbakkal foglalkozni, hogy meglegyen ez a lépcsőséges sáv, hogy a fiatalok elkezdhessék, és akár 30 éves korukig végig tudják űzni ezt a sportot. Úgyhogy folyamatosan várunk szeretettel minden diákot és minden fiatalt már a 10 éves kor aljától kezdve, egészen a felnőtt korig, úgyhogy nagyon széles skálán mozognak, akik idejönnek, és folyamatosan várunk érdeklődőt, le is lehet jönni egy edzésre, kipróbálni, úgyhogy nagyon sokféle módon lehet eljutni hozzánk. Mit értetek el az elmúlt években? Igazából ez egy elég fiatal csapat, úgyhogy az első szezonunkban legalulról kellett kezdeni Ausztriában és Magyarországon is. Magyarországon megnyertük a Divízió 2-t, Ausztriában pedig az Osztrák Divízió 2-t, úgyhogy mindkettőt megnyertük, és Magyarországon most egy kiemelt ligában, ahol a legjobb csapatok vannak, ott fogunk indulni, úgyhogy a Divízió 1-et átléptük, és az úgynevezett HFL-ben, mint a kiemelt kategóriás ligában fogunk játszani majd ősszel. Tavasszal pedig Ausztriában ismét a Divízió 2-ben indulunk, mert kis átalakítás miatt ott kellett maradnunk, úgyhogy ott ismét megpróbáljuk megvédeni a címünket, és megpróbáljuk megérni azt, hogy a divízió 1-be feljussunk. Ebben a sportágban mennyire fontos a csapatszellem, tehát milyen a légkör a felnőtt csapatnál? A felnőtt csapatnál mindig azt beszéljük, hogy ez egy család már. Ugye régóta együtt játszunk, nagyon ismerjük egymást, és csak úgy lehet igazán jól dolgozni, hogyha tudod és ismered a melletted álló játékost. Nem csak azért, mert hogy a 11 kezdőjátékos van mondjuk offenszben, defense oldalon egyaránt, ha egy embert kivesznek, már megbomlik ez az egység, és már nem idomulnak úgy egymáshoz a játékosok, úgyhogy nagyon fontos. Tehát talán sokkal jobban látszik az, hogyha mondjuk egy falembert kiszednek, mint a labdarúgásnál kiszednének mondjuk egy jobboldali középpályást, tehát kicsit más. Emiatt, és nagyon fontos, pontosan amiatt, mert együtt kell dolgozni. Hogyha a védelem nem úgy teljesít, ahogy kéne, és akkor lehetséges, hogy ez elmegy a mérkőzés, de lehetséges, hogy támogatja mondjuk a támadó egység a védelmet. Szóval nagyon összetett, és van egy harmadik egy speciális egység, úgyhogy a három egyveleget tudja meghozni azt, hogy egy csapat sikeres legyen és jó. Milyen az egység a csapatnál? Ugye hallottam, hogy szinte olyan, mint egy család. Hát igen, ez szerintem minden jó sportcsapatnál így kell, hogy legyen, hogy a játékosok együtt vannak, nem csak itt edzéseken, hanem szabadidőket is néha együtt töltik, és tényleg én azt mondom, hogy ez egy nagyon jó közösség. Személyesen neked mi a célod? Tehát mi a feladatod a csapatban, és mi a célod egyénileg? A juniorban? Nem, a felnőtt csapatban. Hát felnőtt csapatban a célom, hát nagyon szeretnék egyszer nagy európai nemzetközi bajnokságban játszani, FAF-ban például, vagy EFL-ben leginkább az a karrierálom, hát ez majd... Feladatod mi a csapatban, egy adott mérkőzésen? A feladatom az két részből áll, a támadófalban megvédeni az irányítót, amikor passzol, illetve blokkolni futásnál, azaz szabad utat nyitni a futójátékosnak. Mi a feladatod konkrétan a felnőtt csapatban, illetve hát mi a célod? A felnőtt csapatban ugye elkapó játékost játszom, ez a támadóknál egy szélső játékos, aki általában valami útvonalat fut, és az irányító oda passzolja a labdát. Ugye a célom az, hogy ezt megszerezzem a labdát, jó útvonalat fussak meg, és utána minél több yardot szerezzek. Ezen kívül még speciális csapat egységekben visszahordó játékost játszok, tehát amikor elrúgják a labdát, akkor azt minél tovább próbálom visszahordani, hogy minél jobb helyzetből jön a támadó egységünk. Hát ugye a célom az, hogy minél jobb legyek, illetve minél többet segítsek a csapatnak. Beszélgettünk, vagy hát mondtad, hogy a serdülőknek te vagy az edzője, az már egy másik korosztály, tehát az már nem a junior. Ott mi az, amit, illetve hát hányan vannak, illetve mi az, ami a legfontosabb egy edzésen? Hát ugye ez a 14 éves korosztálytól van, ők még ilyen tínédzser korban vannak nagyon. Körülbelül 20-25-en vagyunk
edzésenként. Leginkább arra figyelünk, hogy az alapokat jól megkapják, megfelelő alapokkal rendelkeznek, és úgy mehessenek felszerelés edzésre, majd tovább a juniorokhoz, vagy a serdülőknél olyan meccsekre, ahol már komoly felkészülési szintet fog igényelni, például osztrákok ellen játszassunk, egy magasabb szintre emelhessük velük a futballt. Leginkább ez a dolgunk, hogy a megfelelő alapokat lerakjuk, és minden edzésen ezzel is foglalkozunk szinte. Tehát csak az alapokkal, és az ilyen specifikációkat pedig később, amikor már egy csapatot ki tudunk velük állítani, akkor fogunk elkezdeni. És hogy látod az utánpótlást? Megállja a helyét? Én azt gondolom, hogy igen. Fejlődünk, bár vannak pont talán támadófalban, illetve védőfalban, ahol lehetne több, tehát létszámban vannak, ha nem is problémák, de szóval lehetne több, de én azt gondolom, hogy technikában, illetve játéktudásban megállják a helyüket itthon is és külföldön is. Jelenleg hány utánpótlás szintű játékos van a klubnál? Körülbelül? Hát körülbelül, nem akarok hazudni, 60-an lehetnek nagyjából. Mert láttam, hogy folyamatosan toboroztok. Nyilván hát a cél az, hogy Magyarország legjobb és hát legnagyobb csapata legyetek. Hát igen, mindenképpen ez a cél. Esély van rá? Hát igen, esély az van rá, dolgozunk is ezért keményen. Én azt gondolom, hogy mindig lehet több ember, főleg, hogy ez egy önfenntartó dolog, tehát ugye leginkább a tagdíjakból élünk. Emiatt is mindig jó jön az ember, illetve az tényleg mindig jó, hogyha többen vagyunk, több a választási lehetőség, nagyobb a verseny a pozíciókért, a kezdő pozíciókért, és ezzel egymást is ösztönzik arra, hogy jobban játszanak. Tehát akkor, ha jól értettem, a te feladatod a felnőtt csapatban az lényegileg a touchdown elérése. Ez is feladat. Hát igen, ez egy fontos feladatom a felnőtt csapatban. Próbálok is minél többet szerezni. Nem olyan könnyű, mint amilyennek látszik. Nyilván az én pozícióm egy kicsit úgy mondják, hogy olyan sztár pozíció. Ugye azok a játékosokat ismerik le inkább, akik ugye ilyen látványos, nagy elkapásokat csinálnak, nagy touchdownokat csinálnak. Hát ezen kívül nagyon sok más fontos dolga is megy elkapnak, tehát nem csak társadalom szerezni, ugyanúgy kell blokkolnia, tehát meg kell csinálni az útvonalakat a csapattársainak, ugyanúgy mindenbe ki kell venni a részét, tehát azon kívül, hogy látványos dolgokat is csinál, az csak a elenyésző százaléka. Nyilván ezt azért mindig megpróbáljuk egyre magasabb százalékkal csinálni a meccseken is azért. Csapattársaid azt mondták, hogy szinte a felnőtt csapat olyan már, mint egy nagy család, hiszen együtt edzetek már időtlen idők óta, és hát siker is van bőven. Gondolom akkor ezzel te is így vagy. Hát, igen, szerencsére nagyon összeszokott már a csapat. Nagyon régóta játszunk, 2005 óta ismerek, amióta én is elkezdtem. Azóta is nagyon sokan itt vannak azok a játékosok közül is, akik együtt kezdtük el. Tényleg minden átmentünk már. Nagyon nagy győzelmeink is voltak szerencsére, és nagyon sok sikert el tudtunk érni nemzetközi szinten is. Úgyhogy ennek nagyon örülök, hogy ebbe részt vettem, és igazából egy úgymond új sportág, vagy Magyarországon új sportág alapjaival, illetve kezdetektől ott lehettem. És ennek az eredményt is láthatom. Tehát ezeket a győzelmeket, ezeket az eredményeket. És kivettem belőle a részemet, ez nagyon felemelő érzés igazából. Beszéljünk az eredményeidről, ugye tavaly évben te lettél Magyarország legjobb játékosa. Milyen élményekkel viszonyulsz ehhez ezzel ért eredményhez? Hát ez mindig egy kedves élmény. Nagyon meglepődtem, amikor felhívott a vezetőedzőm Kovács Zsolt, hogy megnyertem ezt a díjat. Igazából a magyar csapatoknak a vezetői vagy edzői szavaztak, úgyhogy ez mindenképpen egy elismerés, hogy más csapatok úgy gondolták, hogy idén úgy teljesítettem, hogy ezt a díjat elnyerjem. Úgyhogy erre mindig pozitívan tekintek vissza, mert azért ez egy elég nagy elismerés. Ugye ti felnőtt játékosok csináljátok az utánpótlásnak az edzéseit is. Mit látsz, mi az, amit egy utánpótlás játékosnak, tehát mi az, amit edzeni kell az edzésen? Igazából a legfontosabb, az elsődleges, hogy minden komolyabban szeresse csinálni. Tehát a legfontosabb, hogyha eljön edzésre, akkor tényleg a szívét adja bele, és akkor úgy legyen, hogy amikor edzés van, akkor csak edzés. Mert rengetegszer lehet azt tapasztalni egy-két fiatalnál, hogy hobbiként űzi. De ezt a sportot nem lehet igazán hobbiként űzni, mint hogyha barátokkal lemennek játszani, csak komolyan lehet, mert csak akkor lehet eredményes. Szóval rengeteg munkát kell beletenni, de talán a legfontosabb a hozzáállás. Hogyha a hozzáállás megvan, akkor egy vékony játékos is lehet kőkemény, lehet nagyon
nagyon sikeres, és igazából a másik oldal, hogy egy nagyon izmos, nagyon kifejlett, kidolgozott ember, pedig hogyha nincs megfelelő hozzáállása, akarata, akkor lehetséges, hogy a pályán elsőprés sokkal kisebb játékos. Úgyhogy talán a hozzáállás, a szív az, ami a legfontosabb. És ebben a sportágban, sajnos sok más sportágban van egy ilyen lemorzsolódás, ez egy évhez köthető, tehát mondjuk ez a 18-20 év, amikor az embereknek az egzisztenciája kell, hogy kialakuljon. Itt ez megtalálható? Tehát hagyják abba akár 20 éves emberek? Hagyják abba, de igazából kevesen. Tehát akik abba hagyják, azok általában inkább azok a játékosok, akik valamiért nem találják meg, vagy éppen az életük egy másik szakaszba lép. Tehát mondjuk, hogyha érettségi után elkezdik a főiskolás életet, akkor jellemző, hogy szeretnek elhajlani a buli felé. Tehát nálunk is volt egy-két ilyen ember, de igazán most, hogyha megfigyeljük az elmúlt egy-két évet nálunk, hogy milyen változások voltak, akkor inkább más okokból, tehát munka, vagy másokból kifolyólag hagyták abba, vagy iskola nem fért bele, vagy két egyetemet csinált egyszerre, úgyhogy a lemorzsolódás az már a felnőtt csapatban kevésbé van meg, a junioroknál azért más, mert ők fiatalabbak, ők kipróbálnak valamit, nem biztos, hogy tetszik, lehet, hogy tetszik egy darabig, de rájön, hogy mégsem akarja annyira, ott inkább nagyobb a morzsolódás, de amíg feljönnek a felnőttbe, addig már általában kialakul az, hogy ki akarja komolyan csinálni. Ez az elején már kiderül, és utána ők már minden követ megmozgatnak, hogy végig ott lehessenek, és ezért van az, hogyha végig lépje ezeket a szamár létrákat, és a lépcsőket szépen végig tud menni rajta, akkor utána a felnőttben már nem jellemző, hogy abba hagynak, csak ha valami komoly gond van. És mi a csapat hosszú távú célja? Egyértelműen Magyarországon a legjobb csapattá válni, és ez az elsődleges cél. Európában pedig Ausztriában játszunk, és ott most jelenleg az a cél, hogy megvédjük a címünket, feljussunk a Divízió 1-be, és ott minden jobb mérkőzéseket, és minden jobban teljesíteni, talán ez a két cél van. Itthon egyértelműen szeretnék az, hogy mi legyünk az első számú amerikai futballcsapat, ezért dolgozunk folyamatosan. Ki a példaképed? Igazán példaképem nincsen, inkább össze lehetne tenni többféle játékosból, hogy melyikben mi a pozitívum és mi az a legjobb tulajdonsága, úgyhogy konkrétan nem tudok mondani, igazából csak mindegyikből találok valami jót. Önöknek köszönöm a figyelmet, nézzenek minket következő adásunkban is, viszontlátásra!